Hans Christian Andersen, 12. a postakocsin. Csikorgott a fagy, szélcsend volt, a tiszta ég csupa csillag. Bum! Ágyú lövés köszöntötte az új esztendőt. Szilveszter éjszakája volt, és 12 tizenkettőt kongattak a toronyban. Trará, trará, zengett a kürt. Jókor a postakocsi állt meg a város kapu előtt, tizenkét utasa volt, többen nem is fértek volna el benne. Éljen, éljen! Hangzott ki a vidám köszöntő a házakból, ahol teli poharak csendültek össze az új esztendő tiszteletére. Boldog új esztendőt! Jó szerencsét, egészséget, takaros kis feleséget! Baj, ah, bosszúság elkerüljön az új esztendőben! Kívántak egymásnak szerencsét az emberek. Rázták egymás kezét, összekoccantották poharukat, hogy csak úgy cseggett. Javában folyt az ünnepi vigasság, amikor a postakocsi 12 utasával megállt a város kapuja előtt. Ugyan kiket hozhatott? Az utasoknak rendben volt az útlevelük, málhával érkeztek, még ajándékot is hoztak nekem, neked, mindenkinek a városban. Kik lehetnek? És mit hoztak nekünk? Jó reggelt! Köszöntötték a kapu őrét. Jó reggelt! Felelte az, mert az óra már elkongatta az éfelet. Aztán megkérdezte az első utast, amikor kilépett a kocsiból. Mi a neve? Mi a foglalkozása? Nézd meg az útlevelemben, tudsz olvasni, felelte az első utas. Én? Én vagyok. Szép legény volt, prémes bekecset, prémmel bélet csizmát viselt. Az vagyok, akiben annyira reménykednek. Látogass meg holnap, új évi ajándékot kapsz tőlem, részpénzt, meg ezüstpénzt haigálok az emberek közé, bálokat rendezek, 31 bált. Ennyi éjszaka áll a rendelkezésemre. A hajóim jég közé fagytak, de a szobámban jó meleg van. Kalmár vagyok, január a nevem. Nyomban utána, a második utas szökkent le nagy a postakocsi hákcsóján. állarcos bálok, komédiák, táncos mulatságok, fő, -fő mestere. Nem volt nála egyéb, csak egy nagy hordó. Ebből a hordóból ugranak majd ki farsankor a jó kedv ördögei. kiáltotta. Mert mulatni akarok meg mulattatni, amíg tart az élet, mert az egész családból az én időmet szabták a legrövidebbre. Csak 28 napon van, de talán megtolják még egy nappal, de az se sokkal több. <laughs> Éljen a vigasság! Tilos a csendháborítás, intette rendre az őr. Nekem ugyan nem tilos, kiáltotta hegykén az utas. Karnevál hercege vagyok, nem a nevem. Előbukkant a harmadik utas is. Ösztövérlegény volt, ínséges formájú, mint a böjt maga. Időjóslással foglalkozott, s az bizony nem valami zsíros hivatal. Nem volt rajta egyéb dísz, csak egy kis ibolyacsokor a gombjukában. De nagyon apró ibolyákból Március! Hopp! Kiáltott rá a negyedik, aki nyomban utána lépett ki a kocsiból, és meglökte az előtte állót. Ugorj be az őr jó puncsot főztek ott, érzem a szagát! De ez a negyedik csak lódított, áprilist akart járatni a társával, így mutatkozott be az őrnek. Bolondos legénynek látszott, olyannak, akinek több az ünnepnapja a munkásnapjánál. Táncol a kedvem, rikkantotta, és ahogy a kedvem tartja, eső esik vagy napsüt, sír az egyik szemem nevet a másik, ezt csinálják utánam. Csupa nyári ruha van a ládámban, de nem vagyok bolond, hogy fölvegyem. Itt vagyok, tavaszi lakcipőben, de téli kesztyűben megyek sétálni vasárnap. Nyomában egy hajadon libbent le a kocsiról. Május vagyok, mutatkozott be. Bükfa levél színű sejem ruhát viselt, kökörcsinkosorút a hajában, szagos műge illata áradt a ruhájából olyan erősen, hogy az őr eltűszentette magát. Egészségére mosolygott rá a hajadon. Ó, de gyönyörű szép volt! énekelt is, de nem a színházban, hanem kinn a zöld erdőben, a maga gyönyörűségére. Most jön a menyecske, kiáltották, s lesegítették az ifjú június asszonyt a kocsi Szép sudárteremtés volt, rátarti és fürge mozgású. Látszott rajta, azért jött a világra, hogy munkára tanítsa az álomszuszékokat. De lakomát is hozott, Méghozzá az esztendő leghosszabbik napján, hogy vendégeinek ideje legyen a sokféle jót elfogyasztani. Járhatott volna a maga hintaján is, de postakocsin döcögött a társaival, ezzel is mutatva, hogy cseppet sem gőgös. Különben sosem utazott egyedül, mindenüvé elkísérte öccse a Július. Piros arcú legény volt ez a Július, szalmakalap hegykélkedett a fejé. Kevés málhája volt, nem is jó a nagy melegben sokat cipelni, csak fürdősapkáját, meg úszó nadrágját lóválta a kezében. Aztán az anyja következett. augusztus asszonyság. Ez aztán ügyes asszony volt, gyümölcsöt árult, halastavai voltak, érett kalászú gabona földjei, széles szoknyájában szaporán jött, ment, csak úgy égett a kezében a munka, maga hordta a kancsót a mezőre az aratóknak arcod verítékével szerzed a te kenyered. Ez volt a jelszava. De az arató ünnepen aztán nem sajnálta a jó kedvet a munkás embertől. Utána egy férfi lépett ki a kocsiból, festőféle volt a szénekmestere. Szeptember, ha akarta, vörösre, aranyosra, barnára festegette az erdő minden zöld levelét, munka közben fekete rigók hangján fütyörészett, ráérős idejében komló sört erjesztett, mert ehhez is értett. Egy festékes doboz, meg egy nagy ecset volt, minden utipodjásza. Földes úr formájú bátja követte a sorban, most is a szántás vetés járt az eszében, egyre azon törte a fejét, Elvetettem mindent idejében. De a vadászat örömeiről se feledkezett meg. Vadászpuska csöve merett október uraság vállamögött. mögött, vadászkutya szögdelt a sarkában. Dió csörgött zörgött a tarisznyájában. Szemérdek málhája volt, még egy újfajta ekét is hozott magával. Egyre csak a földről beszélt, de alig lehetett érteni a szavát bátja hangos prüszkölésétől meg krákogásától. Olyan náthás volt ez a szegény november, hogy lepedőt használt zsebkendőnek. De még így is betegen is el kellett kísérnie a béreseket az új helyre, ahová beszegődtek. Azzal vigasztalta magát, hogy majd kigyógyul a meghűlésből, ha fát fűrészel, mert egy fatelep fűrészmestere volt. Este lente fakorcsójákat faragcsált a paraszt gyerekeknek, mert tudta, hogy hamarosan szükségük lesz rá. Utolsónak az öreg december anyóka kászálódott le a kocsiról. Parazsas fazekat hozott a kezében, mégis a didergett, de a szeme fény lett, mint két tiszta csillag. Másik kezében virágcserép, egy zsenge is fenyő benne. Ezt minden üvé magammal viszem, mondta. Ápolom, gondozom, hogy karácsonyig nagyra nőjön, és színes gyertyácskák, aranyalmák, bábuk teremjenek az ágain. Akkor alája ülök magam is, előveszem a meséskönyvemet, és mesélek belőle a gyerekeknek. Azok csöndben ülnek, Hallgatnak, de a karácsonyfa ágain megelevenednek a bábuk. A kis viaszangyal a fa csúcsán megrázza aranyporos szárnyát, s leröppen a gyerekekhez megcsókolja őket. No, mehet a kocsi tovább, kiáltotta a városkapu őre. Megvan mind a tizenkét utas, jöhet a következő postakocsi. Előbb ezt a tizenkettőt bocsájtjuk be a kapun, mondta a városkapitány. Lépjenek be sorra egymás után. Az útlevelük itt marad egy-egy hónapig érvényes mindegyik. Tessék, belépni! Január uraság! A január nem kérette magát. Majd jövő ilyenkor elmondom, mit hozott nekem a 12 utas. Nekem, neked, minnyájunknak. Most még nem tudom. És azt hiszem, nem tudják ők maguk sem. Mert különös időket élünk.